A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének kezdeményezésére az Áhonyport ZRT kérelmezte a saját közmám raktárából elkülönített több mint 17 ezer négyzetméteres terület vámszabaddá nyilvánítását. Így létrejött az első ilyen terület Magyarországon. Az engedélyt a Nemzetgazdasági Minisztérium megadta, így megvan a lehetőség, hogy fellendüljön a térség és Záhony nemzetközi áruforgalmi és logisztikai csomóponttá váljon. A térségnek jelent ez egy nagy lehetőséget, hisz állandó munkahelyek jöhetnek létre, ezek az állandó munkahelyek bővülhetnek, és nyilván kezdetben esetleg egy ilyen kisebb munkaerő igényességet, betanított munkát igénylő tevékenység a későbbiek folyamán szakmai munkákká, egy nagyobb hozzáadott értéket termelő tevékenység keretében igényesebbé válik, és ami nagyon fontos, hogy a térségben ez azokat a fiatalokat, amelyek ugye kiművelt emberfőként eltávoznak a térségből, a megyéből, visszajönnek, hazajönnek, letelepednek, és ezeken a munkahelyeken kaphatnak munkát, és tudnak érvényesülni. Nem csak munkahely teremtés és megtartás szempontjából fontos ez a terület. Letelepedés esetén a cégek kedvezményeket kaphatnak a térségben, és az önkormányzatoknak is van lehetőségük további helyi adók alól mentesíteni őket. A nagyobb beruházásoknál pedig akár a kormány is kedvezményezheti a vállalkozásokat. Dolgozunk egy projekten, hogy Kína irányába, és Kínából Magyarországra, az Európa Unióba a konténeres áruszállítások újra napirendre kerüljenek, növekedjenek, szélesedjenek, tehát újra kerüljön a vasútra a konténerszállítás, a kombinált fuvarozás. Ennek apropóján voltak már itt nálunk cégek, amelyek érdeklődtek a térségben, hogy megvessék a lábukat, egy hídfőállást építsenek ki. Ez a vámszabott terület nyilván az ő részükre is egy nagy lehetőséget nyújt, és ugye itt már azért már a ugye Kína irányából, illetve Kína és Korea irányából nagyon komoly híradástechnikai termékek is érkezhetnek ezeken a konténerekbe. A hosszú távú tervek között szerepel az is, hogy amennyiben olyan cég érkezik letelepedési szándékkal, amelynek tevékenységéhez a terület nem megfelelő, úgy lehetőség van a vámszabad terület bővítésére. Erre jelenleg egy 7500 négyzetméteres fedett közvám raktár és számos kihasználatlan terület is rendelkezésre áll.